Dr. Emődi Gyula magyar nóta szeretete gyermekkorában kezdődött. Egressi Béni szülőfalujához közel nevelkedett fel, később megalapította a Miskolci Opera Barátok Egyesületét. Dal estek szervezője, házigazdája. Mint magyar nóta szerző aktív szerepet vállal a zsolcai székhelyű magyar nóta szerzők és énekesek egyesületében. Én tudatosan választottam ezeket a nótákat, mert úgy éreztem, minden nótám tetszik nekem, amit én írok, gondolom ezzel más szerző is így van, de én úgy igyekeztem kiválasztani a magyar nótákat, és úgy igyekeztem felkérni az énekművészeket, magyar nóta énekeseket ennek a előadására, éneklésére, amelyek kapcsán én úgy éreztem, hogy a nóta éneklés és a kitűnő előadóknak a képessége, tehetsége, talán hangjuk, habitusuk, mozgásuk, éneklésük talán közelebb kerülhet ahhoz a dallamvilághoz, amit én leírtam, és vissza tudják adni azt a hangulatot érzelmileg is, amit én a szívemből és a lelkemből igyekeztem ezekbe a magyar nótákba beleadni. Szerző dr. Emődi Gyula kiválasztott számomra olyan dalokat, amiket ő az én egyéniségemhez illőnek gondolt, és akkor ezeket tanultam meg. Négyünknek több-több nótát, és ebből, ami először úgy megfogott minket, ami a szívünkhöz közel állt, azt választottuk ki. A magyar nóta létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a volt művelődési ház külön terme megtelt az érdeklődőkkel. Dr. Emődi Gyula közel 100 magyar nóta szerzője, zene és szövegírója, ebből válogatott önálló szerzői estjére. Úgy gondolom, hogy nagyon sok emberhez közel áll, és talán ha a magyar nótát a jövőben még hatékonyabban terjesztjük, akkor még több emberhez fog közel állni, és tulajdonképpen ez is a célunk, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük, szerettessük meg a magyar nótát, mert ennek a műfajnak is van jövője. Kor és társadalmi réteg függő is. Tehát vannak a sznobok, akik azt mondják, hogy nem, az már nem, én csak az operába megyek el. És vannak, akiknek meg a mindennapi kenyerük. Úgyhogy hogyan lehetne közelebb hozni az emberekhez, milyen módon? Hogyha elhinnék, hogy az ember az érzelmeit a zenén keresztül bárhogyan el tudja mondani. Nem műfaj függő, hanem csak az emberi lélek megnyilvánulása. Sokkal közelebb áll, mint azt gondolnánk, mert aki azt mondja, hogy hát én nem szeretem a magyar nótát, és nem is szoktam énekelni, amint elmegy egy lakodalomba, amint elmegy egy olyan buliba, sőt a bálokba is, csak egy kicsit lehet felturbósított módon, de rögtön magyar nótára indul be a mulatság, a csárdásra. Az estén a Miskolci Nemzeti Színház, a Pesti Magyar Színház és a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Észak-Magyarországi csoportjának énekesei szólaltatták meg a szerzőnótáit. A zenészeknek jelentős szerepük van abban, hogy a magyar nótát megőrizzék és terjesszék. Burai Sándor és Cigány zenekara kísérte a művészeket és alapozta meg az este hangulatát. Tulajdonképpen nem voltam könnyű helyzetben, mert a 120 magyar nótán közül 40 magyar nóta jelent meg a nótás könyvemben, és mint szerzőhöz szinte minden alkotásom közel áll, de hozzá kell tennem azt, hogy nagyon sok magyar nótát most a nóta esten először hallottam élőben, énekművészek, magyar nóta énekesek és cigánzeni kíséretében, és meg voltam lepődve azért, mert számos magyar nótát körülbelül úgy képzeltem el, énekelni, előadni, mint ahogy történt. Milyen magyar nótát énekelni?
izgalmas, mert az ember soha nem tudja, hogy mire számíthat. Függ attól, hogy milyen partnerrel találkozik, hogy az adott banda, aki éppen kíséri ők milyen hangulatban vannak, mennyire állt össze az egész műsor, tehát hogy izgalmas. Hát aki szereti, az csak szívből tud énekelni, úgyhogy nekem jó. Én szeretem, én imádom, én szeretek nem hogy színpadon lenni, hanem átadni a színpadon ezeket a magyar nótákat. Mindamellett minden, tehát sok más műfajt is énekelek, de hát ez egy hungarikum, ez a magyaroknak a büszkeség kell, hogy legyen, úgyhogy én büszke vagyok rá, úgyhogy jó magyar nótát énekelni. Mihaj, csuhaj, én nem bánom, hogy elhagyottam talán. Eszem iszolám, nem bánom, hogy visszatérjen hozzám. Rajtod ígül van még nékem több, mint még, mint hófehér nének otthon törte. Rajta kívül van még nekem több, mint még, mint hófehér kének otthon körbeír. Ihaj, csuhaj, jaj, de bánom, hogy elhagyott a mamám. Eszem iszom, jaj, de bánom, hogy visszatérjen hozzám. Hívásomra azt feleltem nekem, de csak akkor, ha meg lesz majd az esküvő. Hívásomra azt feleltem nekem, csak akkor, ha meg lesz majd az esküvő. Hoppá! Hívásomra azt feleltem, csak akkor már meg lesz majd az esti. Hívásomra azt mehetem lehető, csak akkor már meg lesz majd az esti. Én egy-egy teljesítmény után, még ha sikeres is, hát ez a közönségnek a tapsa, a visszhangja alapján úgy érzem, hogy tetszett, sokan gratuláltak, de jó értelemben véve mégis nem vagyok elégedett magammal, azért nem, mert én mindig többet és jobbat szeretnék adni, és tulajdonképpen több tanulságot levontam én ebből a Magyar Nóta S-ből, ami egyrészt engemet tovább lelkesít arra, hogy írjam a Magyar Nóta szövegeket és zenésítsem meg. Másrészt pedig igyekszem még jobban, még a közönségnek még jobban tetsző dalokat írni.